Kukoricával kísérleteznek a Nyíregyházi Egyetem laborjában. A felvételek az elmúlt években készültek arról a 2017 óta futó és már a végén járó projektről, amelyet a Debrecen és az Egri Eszterházi Egyetemmel közösen valósított meg a Szabolcsi Felső Oktatási Intézmény. A fő területek a vidékfejlesztés és gazdaság, a klímaváltozás és a fenntartható jövő voltak. A cél pedig, hogy utat mutassanak a fiataloknak tudományos utánpótlás kinevelve közülük. Annak érdekében, hogy jól éljünk, kiasználjuk a természeti adottságainkat és megtartsuk a lakosságunkat. Az egyetem a nyírségi homokon történő fenntartható tápanyag gazdálkodásra fókuszált, több mint 20 kolléga és 40-50 hallgató bevonásával. Nekünk itt a Nyíregyházi Egyetemnek nyíltelek mellett van egy tangazdaságunk, ott 250 hektáron gazdálkodunk, és azon belül, ez büszkén mondom, kicsit megelőztük a korunkat, már 135 hektáron ökogazdálkodás, biogazdálkodás folytatunk. Tehát evidens volt, egyértelmű volt, hogy ott az ottani kutató munkát fogjuk folytatni. Örömmel jelentem, hogy sikerült megfelelő gépeket beszerezni az ökogazdálkodáshoz. Például, nem tudom, mond ez valakinek valami gyomfésült, ami segítségével ugye a gyomokat úgy tudjuk visszaszorítani, most nagyon aktuális, mert sokat esik az eső, gyomosodik minden, hogy nem kell egyszereket használnunk. A laboratóriumi kísérletek közben a tanszék Kóta épületében folytak. A két helyszínen mások mellett azt vizsgálták, a talajban lévő tápanyagokat hogyan lehet minél környezetkímélő módon megtartani. Mint az egyetemi tanár kifejtette, nem elég a tápenemeket kiuttatni a talajba, ott megfelelő szerves anyagkészlet és élőlények is szükségesek. Olyan dolgokra jöttek rá, mint például, hogy a jégcsapretek jól lazítja a talajt. Szeretnék, ha a megállapításaik alapján született módszerek nyilvánossára kerülnének, és minél jobban elterjednének a gazdák körében. Utóbbiaknak ugyanis el kell fogadniuk, hogy a klímaváltozás új hozzáállást, módszereket követel meg tőlük. De egyszer meg kell értenünk, hogyha ennyire megváltozott minden, ugye nem kell ezt magyaráznom. Egyszer három hónapig nem esik, utána három hónapig szakad az eső. Mindenféle szélsőségek vannak, akkor meg kell változtatni a kicsit a gondolkodást. És az egyik ilyen, ilyen dolog, hogy, és, és, valahogy a vegyszereket nem lehet elfelejteni teljesen, de valahogy okosabban kellene felhasználni, illetve hát tetszik vagy nem tetszik, ugye nem kéne mindenhol erőltetni például a kukoricatermesztést, vagy éppen akár a búzát ilyen homoktalajokon. A projekt 800 millió forintos költségvetéséből a Nyíregyházi Egyetem 210 millióból gazdálkodhatott. Börsopokat, bemutatókat, tehetházas előadásokat tartottak az elmúlt három évben, külföldi szakemberek részvételével, bevonásával. A tehetséges a kísérleteket is segítő hallgatók pedig ösztöndíjat kaptak a forrásból. Valaki már el is végezte azóta az egyetemet, és hamarosan doktorálni fog ezekből a témákból.